Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! 21. alkalommal rendezik meg városunkban a Pápai Agrár Expót. A Nyugat-Dunántúl legjelentősebb mezőgazdasági szakkiállítását és vásárát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bonyolítja le Pápaváros önkormányzatának támogatásával. A helyszín a sportcsarnok és környéke, a célközönség pedig a szakma és azok a nem szakmai érdeklődők, akik tartalmas kikapcsolódásra vágynak, hangzott el az eseményről tartott sajtótájékoztatón. Ma délután a mezőgazdasági iskolában dr. Áldozó Tamás Pápaváros polgármestere, Györfi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Radovics Tibor megyei elnök beszélt a sajtónak az idei tervekről. 2016-ban rekordszámú több mint 12 ezer látogatót vonzott a Pápai Agrár Expo, ami valódi regionális rendezvényé nőtte ki magát. Györfi Balázs a mai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a program a 21 évével jóval túlmutat a hagyományos rendezvényen, inkább már tradicionálisnak mondható. A NAK elnöke beszélt arról is, a szakmai újdonságok és fórumok mellett konferenciát is rendeznek a szakmának, és lehetőséget adnak a potenciális ügyfelekkel való találkozásra is. Az ilyen típusú rendezvényeknek természetesen kimagaslan fontos része az, hogy a szakma képviselői találkozzanak a keresleti oldallal, tehát a különböző inputanyagokat, gépeket előállító cégek, akik eljönnek ide, azoknak fontos, hogy azokkal a gazdákkal tudjanak kapcsolatba lépni, akik potenciális üzleti partnereik. Bízunk benne, hogy ez az idei évben is így lesz, gazdáknak pedig lehetőségük lesz az éppen aktuális újdonságokkal, legjobb technológiákkal megismerkedni, adott esetben azokat közelről is megvizsgálni. Idén május 19-e és 21-e között zajlik a regionális esemény, ahová nem csak a szakmát várják, mondta Radovics Tibor, a NAK Veszprém megyei elnöke. Én magam nagyon büszke vagyok arra, és örülök annak, hogy az állatkiállítás, amely az egyik legnépszerűbb eseménye az Expónak, az újra visszakerült néhány évvel ezelőtt a programok közé, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy a ifjú nemzedéknek talán ez a legfontosabb fertőzése, idézőjelbe, hogy egy kicsit ne csak az állatkertben, vagy ne csak a tévében láthassanak haszonállatokat, hanem itt életközelben is megismerkedhessenek, vagy megsimogathassák ezeket, és olyan élményeket szerezzenek, amelyek hát egy életre szólóak lehetnek esetleg. Az Expo kapcsolódó rendezvényei a szombati vadász és a vasárnapi horgásznap, de lesznek a három napon családi programok, gép- és állatbemutatók és lovas programok is. Újdonságként pedig házi futballbajnokságra invitálják az alapanyagbeszállító nagy cégeket. Pápaváros polgármestere dr. Áldozó Tamás a sajtótájékoztatón elmondta, az Expo a város számára ünnep, hiszen a nagyvárosi rendezvények sorába illeszkedő esemény, amit a pápai családok és a helyi vállalkozók is minden esztendőben várnak. Ez a rendezvény hitelesen van itt a mi városunkban, és azt reméljük, hogy ezek a gazdasági társaságok, amik Pápán több-kevesebb, és reméljük, hogy egyre több sikerrel tudnak működni, és itt gondolok a legnagyobbra természetesen, méltóképpen fognak tudni megjelenni itt az Expo nyújtotta keretek között, és méltóképpen fogják tudni megmutatni azt, hogy mi az a termékskála, mi az a szolgáltatási kör, amit Pápán az agrárium képes biztosítani az igénybevevők számára. A polgármester hozzátette, a város ebben az évben is minden létező eszközzel támogatni fogja a kamarát az Expo megrendezésében. A mumia kiállítás a pincében kap helyet, így döntöttek a szakemberek, akik megfelelőnek találták a föld alatti helyiség klímáját ahhoz, hogy az egyiptomi múmiát és a koporsót bemutató tárlat oda költözhessen. Ez a református ótemplom és a hozzá kapcsolódó épületegyüttes rekonstrukciós munkálatainak legfrissebb információja. A beruházás ettől eltekintve a tervezett ütemben halad. Az utcafront felől annyi látszik, hogy a főbejáraton most szinte lehetetlen a bejutás, hisz az udvaron építik ki az új közműveket. A fagyok idején csak az épületben tudtak dolgozni a szakemberek, ennek annyi előnye volt, hogy bent jól haladtak. A kávézó burkolása kész. Itt vannak olyan falrészletek, melyeket szabadon hagytak, hisz középkori eredetűek. Tovább haladva az egykori parókia épület hátsó traktusa felé már látható, miként alakítják ki a mosdóhelyiségeket. A következő teremből nyílik majd a lejárat a pincébe, ahova jelenleg a szakemberek még létrán jutnak le.
most alakítják ki a lépcsőt. Föltárták a pincét, és kiderült, hogy az a pince, annak a klímája megfelelő ahhoz, hogy oda el tudjuk helyezni a múmiát. A döntés megszületett a gyűjtemények nagybecsben tartott kiállítása, az egyiptomi koporsó és múmia a pincébe kerül. Az emeleti termek pedig a múzeum pedagógiai foglalkozásoknak adnak majd helyet. Az ótemplomban már elkészült az alsó szint burkolata, ahol lehetett, ott a régi téglapadlólapokat helyezték vissza. Itt vannak már a felújított padok és a csillár is, egyelőre letakarva, arra várva, hogy a szakemberek végezzenek a munkálatokkal. Köntös László elmondta, hogy a felújítás befejezésének határideje április 30-a, utána kezdődik a kiállítás építése. 239.530 forint gyűlt össze az idei egyetemes imahéten. A persely adományokat azok a hívők ajánlották fel, akik részt vettek az alkalmakon. A teljes összeget és az adományozó oklevelet ma vette át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pápai csoportjának vezetője a regionális ügyvezető társaságában a történelmi egyházak képviselőitől. Az idei adomány nagyobb összegű volt, mint az elmúlt években. Ez az imahét szombati rendkívüli alkalmának is köszönhető, amikor a református templomban Márfi Gyula veszprémi érsek hirdetett igét. A pluszpénz jól jött a kedvezményezetnek, hiszen jelenleg nincsenek jó anyagi helyzetben. Talán ez az Istennek a különös szeretete, hogy éppen akkor, amikor ez a csoport anyagi nehézségekkel küzd, kihívások vannak az életükben, akkor az Úristen meg azt mondja, hát akkor egy kicsivel több adományt hozunk, mert hogy akkor így rendezem. A pápai történelmi egyházak mintegy 10 éve döntötték el, hogy az imahét persely adományait egy összegben ajánlják fel előre megnevezett szervezeteknek, intézményeknek. Az évek során a városi óvodák tagóvodái, a felekezetek segítő csoportjai kaptak támogatást. Most jutottunk el odáig, hogy ez körbeért, tehát már mindegyik gyülekezet, helyi gyülekezet ebben részesült egy-egy évben, és elkezdtünk gondolni, hogy ki az, aki erre méltó lett, és így jutott valakinek eszébe a máltai csoport, felvettük velük a kapcsolatot, illetve megkaptuk tőlük azt a leírást, ami munkákat ők végeznek, és a lelkész testvérek azt mondták, paptestvérek, hogy akkor őket támogassuk mindenképpen. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pápai csoportja idén 20 éves. A közel negyed évszázados munkát ennél szebben nem lehetett volna elismerni, mondta Pintér pap Eszter, a támogató szolgálat vezetője. Ez az alapítástól kezdve nálunk dolgozók számára egy nagyon jó visszaigazolás, hogy jó úton haladunk, hogy elismerik azt a munkát, amit az elmúlt 20 évben nálunk önkénteskedők, illetve tagként nálunk dolgozók végeztek, és hát nem tudunk mást mondani, mint az, hogy hálásan köszönjük mindazoknak, akik az egyetemes imahét alkalmain persely adományaikkal támogattak minket. Az egyetemes imahét egy igazán nagyszerű ökumenikus összefogás, mondta Pataki Gergely, regionális ügyvezető. A Máltai Szeretetszolgálat mindenki fele nyitott, aki hozzánk fordul, és próbálunk nekik segíteni, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez az adomány és ez a felajánlás nagybőjt idején teljesen jókor, nekünk nagyon jókor mindenképpen, és a hozzánk fordulókra tekintettel is nagyon jókor érkezett, jó céltól és egy igazi összefogás eredményeként. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk ezért a segítségért, és igyekszünk a munkánkkal rászorgálni erre a bizalomra. Idén a Fülöp-szigeteken élő keresztény hölgyek bizottsága készítette el az Ökumenikus Világima Nap liturgiáját. A világnap története az 1870-es évek végére nyúlik vissza. Célja, hogy segítse a különböző országok keresztény női csoportjainak kapcsolatfelvételét. Pápán idén az evangélikus közösség hölgytagjai várják a résztvevőket a vasárnapi közös ima alkalomra. Informáltan imádkozni, imádkozva cselekedni. Ez az Ökumenikus Világ Imanap mozgalmának jelmondata. A női imanap immáron közel 30 esztendeje rendszerességgel kerül megrendezésre és szervezésre a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa vezetésével, és így városunkban is mondhatni azt, hogy a történelmi egyházak keresztény felekezetek között rotációs rendszerben ez megrendezésre kerül, és ebben az esztendőben a Pápai Evangélikus Egyházközség a házigazda, az asszonykör tagjai és a presbiter asszonytestvérek azok, akik német katona evangélikus lelkésznő vezetésével,
vezetésével majd szolgálnak. Világszerte a hívő közösségek március első péntekén tartják az ökumenikus világima napot. Pápán azonban vasárnap délután várják a híveket az evangélikus templomba 15 órára. 2017-ben a liturgiát a filippino keresztény asszonyok 20 fős csoportja állította össze. Ennek fókuszában a társadalmi igazságosság témaköre áll. Az imanapnak a fókusza, hogy megérezzük és lássuk, hogy mennyire Isten kereső és Isten szerető emberek élnek ott. A filippino keresztények, ahogy az irodalomban ezt olvashatjuk, a mélységes hitüket, az Istenbe vetett hitüket élik meg, és ami a liturgiában is azért olvasható, és majd vasárnap tapasztalni fogjuk, hogy kérik és érzik a Szentléleknek a munkáját az adott keresztény közösségben. Az ökumenikus világimanap pápai alkalma tehát vasárnap délután 15 órakor lesz az evangélikus templomban. Polgárdi Sándor esperes elmondta, hogy utána szeretett vendégségre várják a résztvevőket. Csapadékmentes, enyhe időre számíthatunk holnap. Jöjjön az időjárás jelentés. Pénteken általában napos, gyengén felhős időre számíthatunk, délután azonban már több fátyol felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű. A szél estére mindenütt délkeletire fordul, és a Kisalföldön megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra műsorunkat, viszontlátásra!